itt ülünk a mosószalomba, a vasárnapba, Karlsruhe-ban. Még nincs mosógépünk, ugye, és ide jöttünk mosni. Nem is tudom, milyen Strasse. Ludwig Wilhelm Strasse. Ez nem az SB. De, Vasárnapok, SB. Ez volt, ez Ludwig Wilhelm. Strasse-n. Már több is volt, és most nem tudtuk hirtelen melyiket választottuk. Igen. De igen, itt a Ludwig Wilhelm Strasse, és ez van nyitva minden nap. Igen, 23 óra. Igen, nagyon jó kis szalon. Egy baja van, hogy bár ki van írva, hogy van wifi, az még sincsen. Mosás ára, ha kisgépet választunk, ugye a 7 kilóig, 8 kilóig? 7 kiló. 7 kiló, akkor az 5 euró egy mosógépnek a beüzemelése, ugye? És akkor 50 centér, illetve 30 centér mosóport, illetve öblítőszert lehet vásárolni itt hozzá. Le is írják németül a sorrendet, hogy milyen sorrendben. Kell a vásárlást megejteni. Az előbb rajta is volt a kis videón. Érdemes elolvasni, mert mi is elrontottuk, és így buktunk 5 eurót ugye a 20-asból, mindjárt első nekifutásra, mert először kifizettünk, aztán utána választottunk, ugye nem töltöttük be a mosógépet, tehát bedobtuk a pénzt, azt nem adott vissza, vagy kétszer nyomtunk rá a mosásra, ugyanarra a mosógépen. Hál' Istennek se kértünk segítséget, volt itt egy német hölgy, és akkor a német hölgy megmutatta, hogyan is működik, de hát azóta 5 euró ugrott, betöltöttünk 3 gépet, és ugye egy nagy gépbe pedig az egész ruha meg tud száradni. Igen, hát három a szállítás gépbe. Pedig 3 euró 20 perc 60 fokon. Igen. Reméljük megszárad, azt majd meglátjuk. Ez igen. Elége. Úgyhogy mi 3 kis gépbe töltöttünk, és egy nagy ruhaszárítóba, illetve itt csak nagy ruhaszárítók de vannak. De most rengeteget mosunk. Nagyon tele van. Teljesen tele volt. Jöttünk egy nagy szatyorra. Egy nagy szatyorra, meg egy nagy ruhás szennyes tartókosárra. Ja, az nyakig volt pakolva minden.